Ezek azok a diákok, akik nyári szakmai gyakorlatukat Németországban teljesíthették, az egész életen át tartó tanulás jegyében, a Leonardo da Vinci program keretében. A Táncsics Mihály közgazdasági, ügyviteli, kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola tanulói 4 héten keresztül ismerkedhettek a német vendéglátás és kereskedelem, gazdaság, valamint ügyintézés sajátosságaival. Az uniós szakmai ismeretek elsajátítása mellett az aktív nyelvtanulás, valamint az önállóságra való felkészülés is megvalósult ez alatt a 4 hét alatt, hangsúlyozta Baranyi Zoltán igazgató a projekt lezáró és értékelő ünnepségén szeptember 28-án. Azt is elmondta, nagy örömére szolgál, hogy immáron második alkalommal jutottak el az intézmény diákjai külföldre, olyan értékes tapasztalatokat szerezve, melyek későbbi munkavállalásuk során fontosak lehetnek. Ezt követően dr. Romhányi Katalin, a Városháza Népjóléti Irodájának vezetője köszöntötte a fiatalokat, majd elmondta, büszkék lehetünk ezekre a diákokra, hiszen a külföldi szakmai vezetők mindegyik elismerően nyilatkozott munkájukról. Abbéli reményének is hangot adott, hogy a gyakornokok nem csak mint kötelező szakmai gyakorlatként, hanem egy életre szóló élményként is gondolnak majd a Németországban töltött 4 hétre. Ezt követően mindenki átvette a szakmai gyakorlatukat igazoló bizonyítványt. Baranyi Nikoletta. Bianco Tina. Bogdas Boglárka. Csaja Ádám. Csonka Alexandra. Csonka Szilvia. Dani Balázs. Dani Diana. Dobos Dániel. Erfi Tamás. Kunya Csaba. Kuris Ádám. Mauer János.
Mellák Anna Bianca, Sándor Martina, Fuller János, Szigeti Dávid, Szűcs Kitti, Győri Andrea, az ünnepség zárásaként Bialkó Tímea a tanulók nevében tartott élménybeszámolót a külföldön töltött hetekről. Majd egy diabetítés keretében Pádi Károly tanár úr mondta el összegző gondolatait.